Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Ülésezett a gazdasági bizottság. Komoly megtakarítást eredményezhet a döntésük Szekszárdon. Új bérlettípus. A teljes vármegyét, sőt, akár az egész országot be lehet majd utazni. Ismét rendőrkézen a bódultan rongáló férfi. Hosszú évekre börtönbe mehet, ezúttal lopásokért. Életre kell a tankönyv, 2- és 3-dimenziós animációkkal segítik a tanulókat. Sok millió forintos megtakarítást hozhat idén Szekszárdnak az a döntés, amit csütörtökön hoztak meg a helyi gazdasági és városfejlesztési bizottság tagjai. Ennek értelmében az önkormányzati fenntartású épületek fix áron vehetnek áramot 2023-ban. Decemberben még 196 forintért tudott volna elektromos áramot venni kilovattonként a szekszárdi önkormányzat és a hozzátartozó cégek. Mostanra ez az ár valamivel több mint 70 forint. Ilyen olcsó utoljára 2 évvel ezelőtt volt. A helyi gazdasági bizottság tagjainak arról kellett szavazni, hogy az idei esztendőre fix áron a január és március közötti átlagért vegyék-e meg 2023-ra az energiát, vagy az aktuális napi árfolyamon kössenek szerződést. Végül előbbit választották, ami így egy-egy számítások szerint akár 300 millió forintos megtakarítást is eredményezhet. A legfontosabb tudni azt, hogy 2023-nak a költségvetése már el van fogadva. Abban a költségvetésben szerepelt egy bizonyos ár, ami elég magas volt. Tehát ezzel a döntéssel mindenképpen egy nagyon komoly megtakarítást Ez a döntés mindenképpen nagyon komoly megtakarítást eredményez a város számára. Posta Zoltán arról is beszélt megtisztelő számára, hogy Ács Rezső, Szekszárd polgármestere a közösségi médiában néhány napja arról írt, rendkívül elégedett a bizottsági tagként végzett munkájával, és a jövőben is számít rá. Másfél éve dolgozok a gazdasági bizottság külsős tagjaként, és ebben a másfél évben végig megpróbáltam csak és kizárólag Szekszárdvárosnak az érdekét figyelembe venni, és annak a meggyőződésemnek mindig hangot adtam, hogy ez a legfontosabb szempont, nem lehet politikának alárendelni. A most elfogadott elektromos áram beszerzési áráról szóló előterjesztést a közgyűlés már nem tárgyalja, arról ugyanis a gazdasági bizottság saját hatáskörben dönthetett. A kormány a következő években továbbra is azon fog dolgozni, hogy a családok anyagi biztonságban élhessenek, és minél több gyerek megszülethessen, mondta Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára csütörtökön. Kiemelte, a 2010 utáni családbarát kormány másik fontos célja megadni a döntés szabadságát a szülőknek abban a tekintetben, hogy gyermekvállalás után mikor menjenek vissza a munkaerőpiacra. A bölcsődei ellátás fejlesztésével is segítik a visszatérést. Az elmúlt 12 évben duplájára növelték a férőhelyek számát, tette hozzá. Május 1-től az új bérletekkel teljes vármegyét, sőt, akár az egész országot be lehet majd utazni. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be évértékelő beszédében. A kedvezményes tömegközlekedési lehetőség a buszos és a vasúti utazásnál egyaránt igénybe vehető lesz. Hamarosan jelentősen olcsóbban utazhatunk majd buszon és vonaton egyaránt. Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjében jelentette be a kedvezményes lehetőségeket. Akik tömegközlekedéssel járnak dolgozni, ezzel komoly összegeket spórolhatnak majd meg. Bevezetjük a kedvezményes vármegye bérletet is. Május 1-ével buszra és vasútra egyaránt érvényes havi országbérletet és vármegye bérletet ajánlunk. A vármegye bérlet 9450 forintba, a havi országbérlet 18900 forintba kerül majd. Tehát például, aki a Parhant és Szekszárd között ingázik, neki jelenleg egy 35 kilométeres bérletet kell vásárolnia, ami közel 25 ezer forint havonta. Május 1-től azonban ez csupán 9450 forintba fog kerülni, és tömegközlekedéssel gyakorlatilag bárhová el tud majd jutni Tolna vármegyében. Az embereknek biztosan jó lesz. Az utazó közösségnek, akik bejárók, akik napi szinten utaznak munkahelyre, annak jó. Annak szinte hihetetlenül olcsó.
Azok, akik utazásaik során rendszeresen átlépik a vármegye határt, 18.900 forintért az ország egész területére érvényes országbérletet vásárolhatnak. Ennek előnye, hogy így akár egyetlen bérlettel keresztül utazhatjuk hazánkat, eljuthatunk a legszebb, legnépszerűbb turisztikai látványosságokhoz, kirándulásra és akár vármegyéken át történő napi ingázásra is alkalmas. Ez reális dolog. Már a diákok véget is, meg be tudják járni a környéket, szebb világokat élni, és ez kell, hogy boldogságban legyenek az ember. Megveszed egy hónapra, és tényleg országon belül bárhol, mert ez mondjuk egy jó dolog. Egy én belül is értelemszerűen, csak így nagyobb a gondolkodás, még jobb. A tanulók egyébként mindkét esetben 90%-os kedvezményt vehetnek igénybe, ez egy vármegye bérlet esetén mindössze 945 forint lesz. A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai 2023. február 27-e és március 3-a között a pékségeket és pékáró üzleteket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Az adóhatóság munkatársai többek között Szekszárdon, Tolnán, Faddon és Pakson dolgoznak majd. Ismét rendőrkézre került egy férfi, aki korábban Szekszárdon fényes nappal rongált meg parkoló autókat és egyéb károkat okozott. Akkor ittas volt, most főként lopások miatt fogták el. A 27 éves Bonyhádi elkövetőre vélhetően több év börtön vár majd. Ezt a részt csinálta, erre rúgott rá. 2019 nyarán készítettük ezeket a felvételeket, akkor a bonyhádi férfi mindenféle előjel nélkül törni-zúzni kezdett a szekszárdi Béri Balog Ádám utcában. Autókat és egy motort rongált meg, majd egy buszmegálló ablakát is betörte. A városnak a központja fele haladt, és ott még egy jó pár autót, egy 7-8-at valahogy így elintézett. Az egyik szemtanú szerint rémisztő volt, amit a bódult állapotban őrjöngő fiatal művelt. Nem mertem hozzá menni, mert hogy... Hogy mondjam, hát féltem tőle. Nagyon nagy ereje volt. Az még fura volt, egy hangot nem adott ki, csak szuszogott. A férfi azóta sem hagyott fel a bűncselekmények elkövetésével. 4 éve több millió forint kárt okozott, most pedig ismét rendőrkézre került, ezúttal lopások miatt. Az első alkalommal novemberben történt a bűncselekmény, amikor egy helyi férfi tett bejelentést, hogy egy telephelyen tárolt autójából különböző alkatrészeket lopott egy idegen személy, majd ezeket elvitte magával. Kollégáim azonnal nyomozásba kezdtek, és rövid időn belül a helyi mélytelepen megtalálták az autó alkatrészeit, és az is kiderült, hogy az alkatrészeket kiadta le. De az is előfordult, hogy a korábban Szekszárdon őrjöngő bonyhádi férfi parkoló autókból lopott, sőt volt, hogy a korábbi barátnője ellen követett el bűncselekményt. Volt élettársával különbözött össze, emiatt külön költözött, és a hölgy lakásába akar bejutni, ordítozva részegen, illetve tört szúzott is az ingatlanban, amelynek következtében a bíróság vele szemben távoltartást is elrendelt. Januárban megkezdődtek a vagyon elleni bűncselekmények, amikor a férfi legalább 5 alkalommal különböző helyi üzletekből, illetve egy autóból lopott el készpénzt. A legutolsó alkalom pedig most február 21-én történt, amikor az egyik helyi áruházból több tucatnyi édességet akart a férfi ellopni. Ekkor viszont a biztonságőr feltartóztatta, a helyszínre érkező egyenruhások pedig elfogták. Mivel a bűnlajstroma az elmúlt években folyamatosan gyarapodott, nem is engedték szabadon. Csütörtökön a bíróság úgy döntött, letartóztatják, amíg jogerős ítéletet nem hirdetnek az ügyeiben. Az előzetes adatok szerint 2023. januárjában 7398 gyermek született, és 11342-en haltak meg. Az elmúlt 12 hónapban a születések száma 3,4, a halálozásoké 14, a házasságkötéseké pedig 12%-kal csökkent az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Ezt írt a csütörtöki tájékoztatásában a Központi Statisztikai Hivatal. Közölték azt is, hogy januárban 1230 pár kötött házasságot, ez 45%-kal, 996-tal kevesebb a 2022. januárinál. Az elmúlt egy év adatait tekintve 89.183 gyermek jött világra, 3.117-tel kevesebb a megelőző 12 havinál. A KSH közlése szerint 133.836-an haltak meg, 21.169
9-szer kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban. Megállapították, hogy a születések száma a halálozásokénál kisebb mértékben csökkent, ennek következtében a természetes fogyás 44.653 fő volt, ami 29%-kal alacsonyabb a megelőző 12 hónap 62.705 fős értékénél. 1000 élve születésre 3,4 csecsemő halálozás jutott, ami közel azonos a megelőző 12 hónap értékével, áll a KSH közleményében. Az elmúlt 2 év precedens nélküli terheket rótt a mezőgazdaságra, benne az állattenyésztésre és a takarmánytermesztésre. A nehézségek áthidalásában a kormány az ágazat segítségére sietett, és így lesz ez ebben az évben is, mondta az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. Farkas Sándor úgy fogalmazott, a magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar 2010 óta jelentős fejlődésen ment keresztül, hatékonysága és eredményessége is javult. A mezőgazdaság kibocsátása 2010 és 2021 között 27%-kal, az élelmiszeripar teljesítménye 42%-kal bővült. Az 1 hektárra jutó hozzáadott érték ugyanebben az időszakban több mint 2,5-szeresére nőtt. Ez az érték Írország után a második legjobb eredmény az Európai Unióban. Az agráriumban a reáljövedelem 111%-kal emelkedett, ami a harmadik legjobb eredmény az EU-ban. Egy kiterjesztett valóságtechnológiát is alkalmazó kiadvány jelent meg az Agrárminisztérium támogatásával. Az agrároktatásban résztvevők számára az egyes témák megértését 2- és 3-dimenziós animált és narrált, szinte a könyvlapjairól lelépő videók támogatják majd. Egy különleges kiadványt mutattak be Szekszárdon a Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikum és szakképző iskolában. A Szemelvények a modernizált agrároktatásból című könyvet forgató tanulók ugyanis akár 3 dimenzióban is láthatják a bemutatott állatot, növényt vagy gépet egy magyarázó szöveg kíséretében. Nagyon sok olyan téma van, ami nem csak az agráriumot, de azt gondolom, hogy bárki nagyon szívesen forgatná ezt a kiadványt, és ami fontos célja, én azt gondolom, hogy a pályaorientáció és nagy mértékben elősegíti, egy kicsit rávilágítani arra, hogy ebben a modernizált, digitalizált világunkban ilyen és hasonló kiadványokkal mennyire könnyebben lehet megszólítani a mai fiatalokat. Mi azt tapasztaljuk, hogy az a korosztály, akik hozzánk érkezik 14-16 évesen, ő számukra ez egy kifejezetten érdekes és nagyon hasznos kiadvány. Bozai Péter, az Agrárminisztériumhoz tartozó Herman Otto intézet ügyvezetője elmondta, a kiterjesztett valóság elemeket is tartalmazó kiadvány egyszerre jelent kézzelfogható könyvet és applikáción keresztül lejátszható multimédiás tartalmat is. Megpróbáljuk lekövetni azokat a modernizációs és tananyagbeli fejlődéseket, változásokat, amik az elmúlt években végbe mentek, illetve az elmúlt esztendőknek a többszöri Covid hulláma is bebizonyította, hogy van létjogosultsága, és van szükség a digitális tananyag készítésre. A most bemutatott könyv elsősorban a középfokú agrároktatásban résztvevők számára készült, de az ismeretterjesztés terén vagy a pályaorientáció során is hasznos lehet majd. Magyar bajnok lett a bonyhádi atléta. Február 18-19-én rendezték meg a 49. fedett pályás atlétikai magyar bajnokságot Nyíregyházán, ahol az atlétikai klub Bonyhád 2 sportolója mérette meg magát. Klingréka súlylökésben 6. helyen végzett, Böndör Márton pedig nem talált legyőzőre, fedett pályás magyar bajnok lett rúdugrásban, 512 cm-es remek egyéni csúccsal. Regionális híreink következnek. Többen panaszkodnak, de van, aki szerint szép környék. Veszélyes vagy biztonságos a pécsi uránváros. Mindenük odaveszett a földrengésben. Törökországból Siklósra menekült a fiatal nő és lánya. Majdnem tragédiába torkollott a sétáltatás. Póráz nélküli kutya támadt egy másikra Pécskertvárosban. Kéregetők, hajléktalanok, üres üvegek. A pécsi uránváros egyik központi területén ez a látvány fogadja az arra járókat. A Mecsekáruház és környéke több helyi szerint sötétedés után akár veszélyes is lehet. Találkoztunk azonban olyan pécsivel is, aki épp most készül a városrészbe költözni.
Ilyen kis üvegek jelzik, hogy itt alkoholt fogyasztottak nemrég. Pécsett az Uránvárosi Mecsekáruház környékén fogadja az arra járókat ez a látvány. Bár napközben nyugodt környezetben sétálhatnak a pécsiek, egy általunk megkérdezett házaspár szerint, akik arcukat nem vállalták, sötétedés után nem érdemes az utcán tartózkodni. Én nem találkoztam ilyennel. Pedig minden nap jövünk. Csak világosan járunk, sötétben. De tanácsos csak világosan kijönni, igen. Az áruház mellett posta, gyógyszertár, drogéria is megtalálható, forgalmas a környék. Éppen ezért előfordul, hogy kéregetőkkel is találkoznak. Egy itteni hölgy, aki szintén nem vállalta, hogy kamera elé áll, azt mondja, többször látja, hogy hajléktalanok koldulnak. Vannak, de ennek a részeg embernek nem adok, mert mellette meg ott a boros üveg, meg a cigaretta. Hát az ne kéregessen, aki cigarettázik. Ennek a hölgynek szoktam adni, de mindenki szóval tartja, hogy dobjanak bele kis pénz vagy nagy pénz, de legtöbben nem adnak neki, én szoktam neki adni. Az ilyen problémák mellett azonban van, akit mégis vonz a városrész. Egy a város másik felében élő nő épp Uránvárosba készül költözni. Én a Donátusban lakom, de most itt nézegettem lakást, mert a helyzet, az élethelyzetem úgy alakult, hogy elvesztettem a férjemet és kéne váltani. Nekem tetszik ez, amit látok és ami itt van. Élni nem éltem itt. Tehát a legtávolabbi pont a Veres Endre utcai rendelőintézet volt egyik, a másik a Radnóti, mert ott dolgoztam néha. Pécs ezen város része egyébként több tízezer embernek biztosít otthont. A háztömbök között kisebb zöld területek, ligetek és játszóterek találhatók, de két nagyobb park is van, az egyik a Szilárd Leó park, a másik a Pécsi Blanka téren. Látogatási tilalom lépett életbe február 21-ével Somogy összes fekvőbeteg ellátó intézményében. A marcali, a nagyatádi, a kaposvári és a siófoki kórházat is érintő rendelkezésre az influenza-szerű megbetegedések terjedése miatt volt szükség. Hétről hétre emelkedik az influenza vagy influenza-szerű megbetegedések száma Somogyban. A Kaposi Mór Oktatókórház vezetése ezért javaslatot tett a Nemzeti Népegészségügyi Központ megyei szervezetének a látogatási tilalom elrendelésére a kórházakban. A rendelkezésünkre álló adatokból, illetve a betegszámból azt látjuk, hogy Somogy megyében is megemelkedett az influenza-szerű megbetegedésekkel orvoshoz fordulók száma, illetőleg a kórházban is észleltük azt, hogy bizonyos osztályokon nagyobb számban fordulnak elő légúti betegek. Szerettük volna azokon az osztályokon fekvő betegeinket védeni, akiknek amúgy is súlyos alapbetegsége van, akár az onkológiai osztályra, hematológiai osztályra, intenzív osztályra gondolok, de olyan osztályokon is, ahol pedig az egyéb állapotuk miatt, tehát egy újszülött osztály, ahol esendőbbek a betegeink. A látogatási tilalmat kedden vezették be a somogyi kórházakban. Az influenza szezon általában októbertől áprilisig tart, de a járványos szintet mostanra érte el a megyében. Azt kellene persze, hogy ha valaki beteg, ugye ennek a tüneteit illene ismerni, mi az, hogy influenza. Általában hirtelen lázol kezdődik, végtagfájdalom, fejfájás, rossz közérzet, ezek általában az első jelek, aztán később ilyen hullatos jellegű megbetegedés is jelentkezik. A lapangás ideje ennek a betegségnek általában 2-3 nap, és az is érdekes, hogy a fertőződés, illetve a fertőzés továbbadása az a betegség végéig, az néhány hét, 1-2 hét alatt általában különösen gyerekkorban hamar túl van rajta a gyermek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a legkisebb tünet jelentkezésénél is maradjunk otthon, a gyermekeket se engedjük közösségbe. Fontos még a vitamindús táplálkozás, a friss levegő és a gyakori szellőztetés is. A kórházakban a látogatási tilalom visszavonásig érvényes, a súlyos, végstádiumú betegekkel való kapcsolattartás ebben az időszakban is biztosított az egészségügyről szóló törvény alapján, megfelelő védőfelszerelésben, amit a kórházak biztosítanak. Azt sem tudják, hogy áll-e még a házuk, mondja Kovács Dominika, aki lányával és török származású férjével Malatia városában vészelte túl a több ezer ember halálát okozó földrengést. A nő és lánya Jászmin most Siklóson rokonoknál tartózkodik, amíg férje Törökországban próbálja megintézni, hogy legyen hol újra lakniuk. A siklósi önkormányzat gyűjtést is szervez a család részére. Éreztük már az első pár másodpercben, hogy ez nagyon nagy, hogy hát aludtunk,
párom a hangomra ébredt fel, hogy ugye kiabálok. Összekuporodtunk, mivel nem tudtunk kifutni, hát pizsoma volt rajtunk, megvártuk a lakásba a földrengést. Ezután szaladtak csak az utcára, ahol azonban annyira hideg volt, hogy hamarosan mégis visszamentek a megrongálódott épületbe. Meséli Dominika, törökországi földrengés magyar érintettje. A siklósi származású nő kislányával és török állampolgárságú férjével Malatia városában élték meg a több ezer ember halálával végződő földrengést. A család a településen decemberben vásárolt és újított fel egy lakást. Falak meg vannak repedve, de hát ugye folyamatos utórengések vannak még napi szinte, legalább 2-5-ös erősségű, és ugye azt hiszem tegnap este újra, vagy nem tudom, este vagy nappal, ugye újra egy 6,3-as, és rá pár percre azt hiszem az 5,8-as. Na most ugye ez miatt újra házak dőltek össze, ugye többen újra meghaltak. Most párom sincs a városban, mert ő elment a szüleihez, tehát minket elvitt Isztambulba. Ekkor lépett be a képbe a siklósi önkormányzat, akik miután megtudták, hogy Dominikáik bajba kerültek, azonnal cselekedtek. Hogy a repülőjegy vásárlásához járult hozzá gyakorlatilag az önkormányzat. Ezzel annyit sikerült elérnünk, hogy nyilván ők viszonylag gyorsan és biztonságosan meg tudtak érkezni a városunkba. Egyébként most is, miután tudtam vele személyesen beszélni és fogadtam itt a városházán, most is nagy biztonságban rokonoknál vannak. Dominika nem tudja, meddig kell Magyarországon maradniuk, ugyanis férje csak jövő héten tudja megnézni, hogy milyen állapotban van a lakásuk. A siklósi származású nő azt mondja, hogy mindenképpen vissza szeretnének térni, és a terveik szerint egy új, biztonságosabb házat szeretnének építeni. Póráz nélkül sétáltatta kutyáját egy férfi kertvárosban. Az állat egy másik ebet támadott meg az utcán. Először nem tűnt barátságtalannak, végül kétszer is nekiugrott a kutyámnak, mesélte a történteket Galambos Nóra. Azt mondja, a gazdára haragszik, hiszen ő nem tett pórázt házi állatára. Most Nóra kedvence otthon lábadozik, gyógyszeres kezelést kap, majdnem tragédiába torkollott a támadás. A 2,5 éves koda gallérral a nyakán az egyik kedvenc játékatársaságában gyógyul. A Golden Retrievert ugyanis a napokban támadás érte. Gazdája a Galambos Nóra épp a kutyussal és barátnőjével sétált Pécsett kertvárosban, amikor egy számára ismeretlen férfi jött velük szembe, szintén kutyáját sétáltatva. A kutyája póráz nélkül férfi előtt jött, már majdnem elkerültük egymást, amikor a kutya megfordult, visszafutott a kodával, szembeállt vele, és pillanatok alatt így neki támadt. És az első üvöltésemre szétment a két kutya, viszont ahogy kodát megpróbáltuk újra arrébb hívni, abban a pillanatban neki támadt újra a másik kutya. És ekkor volt, hogy a gazda a járda széléről jött, és próbálta valami úton, módon az ő kutyáját megfogni. Én eközben elestem a két kutya mellé, mi alatt ők marakodtak. Nagyon ijesztő volt, és dühös vagyok a gazdára, mondja Nóra. Miután a férfi és kutyája távoztak a helyszínről, megvizsgálták kodát, ekkor még nem találtak rajta sérülést. Egy-két nappal később azonban Nóra arra lett figyelmes, hogy az ebb háta bedagadt, így elmentek orvoshoz, aki megkezdte a kezelést. Néhány milliméteren múlt, hogy nem történt tragédia. Most több gyógyszert is kell adni a kedvencének. Kapott vitamint, C-vitamint és E-vitamint, illetve antibiotikumot, a gyulladásra mindegyik, hogy kevésbé gyorsan terjedjen, és hogy minél előbb meg tudjuk állítani így a fertőzésnek a tovább terjedését. Az antibiotikumot végig kell szedni, a vitamint meg a másik gyógyszert ebből csak egy negyedet kaphat, ezeket reméljük, hogy most majd már nem kell hosszú ideig szednie. Nem ez volt az első eset, hogy egy másik kutya támad kodára. Sajnos többször és több esetben hiába kérjük meg, vagy kérem meg a gazdát, hogy legyen szíves, hívja vissza a kutyáját, ne engedje, fogja meg. Legtöbbször azt a választ kapjuk, hogy ne aggódjunk, nem bánt, simogatás érjön, csak barátkozni akar, ha pedig morog, vagy bármilyen agresszívabb reakciót csinál a kutyája, akkor pedig az rá a válasz, hogy mert fél a nagy kutyától, vagy az enyém megijesztette, és hogy ezért reagál így. A helyszínre egyébként nem hívtak rendőrt, de Nóra végül hétfőn megtette a feljelentést. Mint mondta, nem feltétlenül a póráz nélkül sétáltatással van gondja, hanem azzal, amikor a gazdik felelőtlenül engedik szabadon kutyájukat. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Ülésezett a gazdasági bizottság, komoly megtakarítást eredményezhet a döntésük Szekszárdon.
új bérlettípus, a teljes vármegyét, sőt, akár az egész országot be lehet majd utazni. Ismét rendőrkézen a bódultan rongáló férfi, hosszú évekre börtönbe mehet ezúttal lopásokért. Életre kel a tankönyv, 2- és 3-dimenziós animációkkal segítik a tanulókat. Pénteken általában erősen felhős égbolt várható, szorványosan, időszakosan kialakulnak záporok, kisebb esők, de tartós, jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű. Élénk majd a déli országrészben délutántól felerősödő délnyugati szél fúj. Ismét emelkedik pár fokot a hőmérséklet, éjszaka egy mediterrán ciklon meleg frontja alakítja az időjárást. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat és keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!